Április 2-ától irathatják be a szülők gyermekeiket az óvodákba. A járványhelyzet miatt azonban változott a beiratkozás módja. Az idei évben csak alapos indokkal kereshetik fel a szülők személyesen az intézményeket. A beiratkozás rendje nem változott. A körzetes óvodák továbbra is automatikusan felveszik a gyerekeket. A szülők azonban csak elektronikus úton vagy telefonon kérhetnek tájékoztatást, és ugyanígy jelezhetik azt is, ha nem a lakóhely szerint illetékes intézménybe iratnák a gyereküket. Azok, akik másik intézményt választanának, őnekik azzal az intézménnyel, illetve az intézmény vezetőivel kell felvennünk a kapcsolatot, és őnekik április 17-éig kell ezt elintézniük. Ugyanis utána az fog következni, hogy mi óvodavezetők fogunk egymással kommunikálni, és úgy fogjuk tudni kialakítani, hogy a hozzánk tartozó kisgyermek hova fog menni, illetve biztosan lesz olyan is, hogy más körzetből pedig a keszthelyi óvodába fognak iratkozni. A keszthelyi óvoda vezetése azt kéri a szülőktől, hogy az intézmény, illetve a város honlapján elérhető szándéknyilatkozatot töltsék ki, és küldjék el az óvoda részére. Ezzel jelentősen megkönnyítik a munkát. Mindemellett felhívták a figyelmet arra, a személyes kontaktus hiánya nem jár hátránnyal, hiszen a szülők többsége már tájékozódott a lehetőségeiről, emellett pedig az intézmények munkatársai telefonon minden felmerülő kérdésre válaszolnak. A beiratkozás mellette az általános iskolák esetében is változott. Itt sincs lehetőség a gyermekek személyes beiratására, a szabad intézményválasztás lehetősége azonban továbbra is adott. Az Oktatási Hivatal honlapján az olvasható, hogy a 2020-2021-es tanévre elektronikusan, telefonon vagy a Kréta rendszeren keresztül irathatják be a gyerekeket a szülők. A körzetes iskola a gyermekeket automatikusan felveszi, az adategyeztetésre a Kréta rendszeren keresztül van lehetőség május 21-éig. A körzettel nem rendelkező általános iskolák április 6-a és 24-e között tartják a beiratkozást beosztás szerint. Erről szintén a Kréta rendszeren keresztül tájékoztatják a szülőket az oktatási intézmények. Azoknak, akik nem tudják elvégezni az elektronikus adategyeztetést, a rendkívüli helyzetre való tekintettel a tanév kezdetén is lehetőségük van bemutatni a szükséges dokumentumokat a körzetes iskolánkban. A körzettel nem rendelkező iskolák a gyermek felvételéről április 27-éig döntenek, erről a szülőt és a kötelező felvételt biztosító iskola vezetőjét is értesítik.